A vád szerint a 65 éves férfi saját családi házában élt együtt, mintegy 3 éven keresztül a sértettel és annak élettársával, akik bérelték a családi ház egyik szobáját a vádlottól. A sértett havi rendszerességgel, amikor alkoholt fogyasztott, sértő megjegyzéseket tett a vádlottra, aki emiatt többször is felszólította a sértettet, hogy azonnal költözzenek el az albérletből. Azonban a sértett és élettársa erre nem volt hajlandó. A főbérlő férfi 2023. január 3-án, miután átvette a havi lakbért a sértettől, közölte a sértettel, hogy a továbbiakban a korábbinál lényegesen magasabb összegű lakbért kell fizetniük, azonban a sértett ezt megtagadta, ezért a vádlott felszólította, hogy a sértett és az élettársa azonnal távozzon az ingatlanból. A felszólítás miatt a vádlott és a sértett között veszekedés alakult ki, melynek során a sértett az előszobából magához vett egy szekercét, amivel bement a vádlott szobájába, majd a szekercét fejmagasságba emelte, azonban azzal támadó mozdulatot nem tett a vádlott irányába, ezt követően pedig visszavitte a szekercét az előszobába, és ott letette. A bérlő visszament a szobába, és tovább veszekedett a terhelttel, miközben belerugott a kandalló üvegezett ajtajába, melynek következtében az kitört. Az idős férfi ezen végül annyira felháborodott, hogy a kandallom elől felkapott egy piszkavasként használt 49,5 cm hosszúságú és 1,5 cm átmérőjű feszítésvasrat, majd szemből 3 alkalommal fején ütötte vele a sértettet. A sértett az ütésektől megszédült és a földre esett, miután a vádlott a feszítővassal a földön fekvő sértett hátát is megütötte, végül önként felhagyott a bántalmazással és telefonon értesítette a rendőrséget. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett el, illetőleg jobboldali vérmellel és légmellel kialakuló sérülések keletkeztek nála, mely közvetlen életveszéllyel járó állapot, amit az ideje korán nyújtott szakszerű orvosi ellátás mentett csak meg. Az ügyészség a vádiratban felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozta a vádlottal szemben. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog döntést hozni.